Hát ez egyszerűen káprázatos. Valószínűleg azt tette be neki, hogy a felbontást váltottunk, miközben ő... Mindegy. Na, szóval, hogy sziasztok! Ez a Hackers Uri 2018 októberi kiadása. Ki volt Hacktivity-n? Bocs! Ki az, aki látta a Fridás előadásomat? Na mindegy, akkor nektek sajnos tudjátok, hogy melyik részeknek meg tapsolni, meg röhögni. Nagyjából nagyon hasonló lesz, viszont ott, hogyha figyeltetek, ott azért a bűvész néhányszor csalt, tehát voltak olyan dolgok, amiket nem mutattam meg nyilván, mert hogy nem akartam mindenféle ilyen bonyodalmába belemenni. Ez például különösen vicces volt, amikor odajöttek a előadás után, hogy úristen, az OTP ez nem fog valami szörnyűséget csinálni, és mondtam, nem. És akkor megnéztem utána, mondjuk lehet, hogy előtte kellett volna, hogy ha rekestek arra a YouTube-on, vagy nem a YouTube-on, hanem a Google-ben, hogy OTP Smart Bank Root Detekció Bypass második találat 2017. február-március tájékáról pontosan leírja, hogy mit kell csinálni, úgyhogy olyan nagyon nagy újdonságot nem kellett megkeresni. Na jó, szóval, hogy ez egyébként a Hackers Úr is kiadása lesz ennek a előadásnak, tehát hogy 40-45 percnyi tartalom volt, most ez egy kicsit több lesz. Fogok majd konkrétan kódolni is, tehát hogy most azokat a dolgokat, amiket ott átugrottunk, tehát hogy az érdekes részeket, hogy hogyan lehet mondjuk egy visszafejtett kódból kitalálni, mi az, ami számunkra érdekes lehet, azt megmutatom, hogy ezekben a konkrét demóban hogyan tudtuk megcsinálni. Tehát ugye a sztori az ott indult ez az előadáshoz, hogy tavaly télen volt van ez az internet, Safe Internet Day nevű cucc, biztos hallottatok róla, amikor arról szól, hogy ilyen rendhagyó irodalomúra jelleggel egy csomó középiskolást összecsődítenek egy kellően nagy konferencia központba, és akkor ott ilyen mindenféle emberek beszélnek nekik arról, hogy hogy is kéne ezt az egész internet nevű dolgot használni, úgyhogy hogy ne csináljanak semmi hülyeséget. Tehát amúgy ez egy tök jó kezdeményezés, és meghívtak engem is, mint hackerek. Tehát volt egy ilyen kis táblám, rá volt írva, hogy hackerek. És odaültem, és akkor volt valamilyen fantasztikus előadás, amin elkezdtem beszélni a csávoknak. Ezt a 2 perc után mindenki ásítozott, meg unott pofával kezdtem munkodni a telefonját. És megálltam, és akkor így megkérdeztem, hogy egyébként srácok zavarok, mert hogy, tehát, hogy ti nem néztek, én meg itt tök szarul érzem magam, hogy itt táncolok nektek, és nem érdeklek senkit, és akkor így mondták, hogy hát annyira azért nem izgi a téma, amiről elkezdtem beszélni, és végül is megkérdeztem, hogy akkor mi az, ami érdekel, tehát mi lenne az a téma, amiről mondjuk így tudnánk beszélgetni, és akkor volt egy ilyen kis csávó, aki mondta, hogy hát ő nagyon szeret játszani, és de hogy ezek a csítek, ezek kurva jók lennének, hogyha úgy tudnának működni. És akkor, mint kiderült, hogy elkezdtünk erről beszélgetni, és amúgy tényleg el is kerültek a telefonok, tehát ugye amúgy korrektek voltak a srácok. Na és mondták, hogy amúgy ebből a cheat iparból ebből iszonyat pénzeket kaszálnak. Tehát ugye tipikusan úgy szoktak ezek kinézni, hogy van mondjuk valami éppen divatos androidos játék, ami fölkerül a apa-anya telefonjára, és akkor vagy Jenőke telefonjára, most ez már kellően boldog időket élünk, úgyhogy már mindenkinek több mobiltelefon, több okostelefon van forgalomban, mint állampolgár, tehát ez nagyon érdekes. Előbb valakinek nyilván több van. Szóval, hogy az volt az nagyon-nagyon érdekes, hogy amúgy ők szeretnének cheatelni a játékokban, és ugye úgy történik ez a dolog, hogy elkezdték a Google-n keresni, és akkor a YouTube-on rengeteg ilyen clickbait videó van, ami gyakorlatilag annyit csinál, hogy az adott éppen divatos játék neve, plusz mögé bígyezt, hogy Android cheat works 100%. Vagy ott is látom, hogy works 1000%. Az érdekel, hogy hogy működik. Na mindegy, szóval, hogy ezek általában átverések olyan szempontból, hogy ugye tipikusan annyi történik, hogy valamiféle ilyen kártevőt töltesz le a telefonodra. Tehát, hogy nyilván szépen a videóban elmagyarázzák, hogy hogyan kell kikapcsolni a third party appok installálására vonatkozó biztonsági cuccokat, hogyan kell engedélyezni a rootot, hogyan kell hozzáadni device adminként. Tehát ott nagyon szépen le van vezetve, gyakorlatilag végig vannak vezetve a gyerekek arra, hogy hogyan backdoorozzák be a apanya telefonját, vagy hogyan bánásszanak rajta Monerót. Na és most amúgy ez tök érdekes, mert ezek a kártevők, amik ilyenekkel jönnek, azok ugye tipikusan telefonokra vannak telepítve, tehát a MLDS SMS küldés az egy teljesen valid működés. Tehát ugye érthető, hogy a kisrác az mondjuk a Minecraft-ban van éppen valami akart volna cheatelni, ehhez képest lenullázta a számlágy jellegét a telefonján. Tehát azért ez mondjuk nem a elvárt működés.
és nyilván a felhasználói elégedettség az nem túl jó az ebben a csítes letöltős történetekben. Na és aztán elkezdtünk erről beszélgetni, és kérdezték, hogy jó, hát hogyha én hacker vagyok, akkor ilyet biztos tudok csinálni. És mondtam, hogy hát a legjobb helyre jöttetek, persze, hogy tudok. És elkezdtünk arról beszélgetni, hogy hogyan. És akkor én mondtam, hogy hát srácok, azon, hogy ez sajnos ne higgyetek el senkinek semmit. Tehát ha valaki azt mondja, hogy megvan a tökéletes cheat programja akármilyen Minecrafthoz, akkor A. miért adná ingyen oda bárkinek, B. miért pont neked adná oda. Tehát azért ennyi gondolkodás azért legyen már mögötte. És aztán logikusan jött a következő kérdés, hogy jó, de hát akkor mégis hogyan lehet? És akkor így elmagyaráztam nekik, hogy hát ugye van a Windows, és akkor ott van a belénye processzek, amik úgy futnak, azok egy kis programok, amik elindulnak, és akkor amit a képernyőn látsz, amögött többnyire van egy ilyen kis processz a memóriában, ami gyakorlatilag maga a program, és akkor amit ott csinál a játék, az ott van kiszámolva. De mivel a gépeden fut, te bele tudsz nyúlni, és akkor meg is mutattam nekik, van az a Cheat Engine nevű projekt, ez biztos, hogy hallottátok, meg volt Hacktivity-n is, meg Hackershow-n is alkalmunk, amikor Cheat Engine-eztünk. Szóval, hogy egy egész generációt vezettem rá arra, hogy hackelni nagyon jó, és hogy nagyon egyszerűen el lehet kezdeni ezt az egészet. Na, és aztán az a vicces, hogy egyébként még azóta is van srác, akivel szoktam levelezni. Tehát amúgy az látszik, hogy ez egy tényleg működő dolog, tehát hogyha ilyen kis srácokat vagy kis csajokat akartok rávenni arra, hogy programozzatok, akkor van ugye a klasszikus mód a logó, meg a ja, vegyetek nekik Minecraftos robotot, az például nagyon jó, az egy másik zseniális dolog, de hogyha nincs ennyi pénzetek, akkor ez a játékra való cheatírás, ez egy pont olyan ilyen kapudrog. Tehát, hogy viszonylag könnyű vele sikereket elérni, meg így nagyon jó, hogy megadja a hát, ez baromi jó, és meg lehet csinálni. Na, szóval hogy így jutottunk el arra a konklúzióra, hogy a cheatírás az szexi, tehát kiskamaszok nagyon-nagyon érdeklődnek iránta, tehát biztos, hogy valami köze van a szexhez. Hát igen, ez az érdekes rész, ezt ugorjuk el, tehát nagyon is érdekes. Beszéljünk inkább arról, hogy hogy néz ki egy androidos alkalmazás. Tehát ugye az a tipik kép, hogy van valami kódunk, és akkor az fut valami device-on, és akkor van valami hálózati végpont, amivel ez a kód valamilyen varázslatos módon kapcsolatba kerül, nyilván van valami hardware hozzá, lokálisan tárol fájlokat, és akkor ez az egész gyakorlatilag maga az, amit programként ismerünk egy androidos alkalmazásban. Na most második ránézésre is ugyanezt a képet fogjuk látni, csak kicsit kikockázva jobban a dolgokat, több érdekes elemet fogunk még látni. Tehát ugye van ugyanúgy a hálózati végpontunk, van a hardware, vannak a lokálfájlok, viszont van egy olyan állat, ami ezek között a dolgok között, meg az alkalmazás kódja között csücsül, és ez pedig a runtime environment magyarul, vagy futtató környezet, tök mindegy melyiket használjuk, ugyanazt jelenti. Tehát ugye amikor van egy alkalmazásunk, akkor ő tulajdonképpen amikor valamiféle módon kapcsolatba próbál lépni az eszközünkkel, tehát mondjuk ő lekérdezi a GPS-es koordinátákat, akkor ő ugye nem közvetlenül beszélget a GPS vevővel, ami hardveresen rá van integrálva a telefonunk alaplapjára, hanem a Android által biztosított API hívásokon keresztül éri el ezt az eszközt. És ez ugye baromi kényelmes az alkalmazások fejlesztőinek, ugyanis ha te mondjuk, mit tudom, egy Facebook appot fejlesztesz, vagy mondjuk a Facebook fejleszte Facebook appot, akkor neki nem kell azzal foglalkozni, hogy az adott Samsung telefonban milyen GPS van, és az hogyan lehet paraméterezni, és milyen módon kell feltölteni a milyen regisztereket, hogy végül is a GPS működésre bírjuk. És ugyanígy az androidos oprendszer fejlesztőinek is gyakorlatilag csak annyi a dolga idézőjelben, hogy a különféle API verziókat biztosítva tulajdonképpen kapcsolatot teremtenek az eszköz által biztosított hardware lehetőségek és a alkalmazás kódja között. És akkor nyilván ugye a hálózati forgalom is ilyen módon történik, tehát maga a hálózati eszköz is egyfajta API hívásokon elérhető device, pontosan úgy mint bármi más. Na most akkor nézzük azt, hogy mit lehet itt hackkelni. Tehát ugye van a klasszikus iskola példa, amikor fogjuk elvágni a keselyű három napja, ismerjük, fogóval elvágok a kábelt, és akkor föltekerjük mind a két végét egy-egy dobozra, és akkor jó, ez már nem így csinálják. Tehát lehet ilyen mindenmiddő támadásokat csinálni. Aztán lehet olyat, hogy fogjuk az alkalmazásunknak a kódját,
Megpecseljük, és akkor onnantól kezdve az alkalmazásunk már némileg módosított működéssel fog futni. Aztán ugyanúgy az alkalmazásunk, ha már egyszer valamit oda szemetelt a sandboxba, akkor ahhoz hozzá fogunk férni, meg lehet szépen azt editálni, mindenféle módon lehet azt tamperelni, és aztán az egészből nyilván valamiféle változás lesz. Ha már hardware eszközöket nézünk, akkor nyilván azokat lehet mókolni, tehát be lehet spoofolni a GPS koordinátákat, meg lehet mondani azt, hogy éppen hol vagyunk, hogy milyen hálózati eszközön, vagy milyen hálózaton vagyunk, el tudjuk venni az eszközünktől a térerőt, oda tudjuk neki adni, tehát mindenféle módon tudjuk így buzgatni az alkalmazást a hardvereken keresztül. Aztán van az a módszer, ami talán kicsit erősebb az, mint az amikor megtámadjuk az alkalmazásunknak a hálózati végpontját, tehát ez, amikor az alkalmazást akarjuk hackelni, akkor ez pusztán technikai megvalósíthatóság szempontjából egy valid működő szkenárió. A gyakorlatban azonban általában ez némileg problémákat jelentett, mint az Inception-ban, amikor mondják, hogy hát kéne két első osztályú repülőjegy Sydney-ből, nem tudom, Kaliforniába. És akkor a japán sem mondja, hát megvettem a légitársaságot, mert hogy így egyszerűbb volt, így kevésbé volt nyilvánvaló. Tehát biztos van, aki a Facebook alkalmazás biztonsági vizsgálata során neki mondja a Facebook szervereinek, én ezt azért azt mondanám, hogy nem biztos, hogy a legcélre vezetőbb megoldás. Na, de van egy sokkal célra vezetőbb, amikor azt csináljuk, hogy nem nyúlunk az alkalmazás kódjához, nem nyúlunk a hardverhez, nem nyúlunk a lokál fájlokhoz, illetve akár nyúlhatunk is, de nem ez a lényeg, hanem az, hogy ezt a runtime environmentet buzgatjuk, ami az alkalmazást körül öleli, mint egy jó anyamék. Mit tudunk ezzel csinálni? Gyakorlatilag bármit, tehát ugye az a jó hír, hogy az alkalmazásunk az fura módon, tehát amikor itt önmaga itt magán belül teker, hogy ezt így ki kell nyitni, tehát amikor az alkalmazásunk itt önmagán belül működik, hogy nincsen kurzorom, akkor viszont idejövök, tehát fura módon, amikor az alkalmazásunk itt belül saját magát hívogatja, ő valójában akkor is a runtime-nak használja a különféle szolgáltatásait, tehát ugye az, hogy egy valamilyen halott kód életet tud kelni, azaz tud futni, azaz a üzenetek el tudnak jutni egyik objektumtól a másikig, mert az is a runtime-nak a része. Tehát ugye ilyen értelemben, hogyha a runtime-ot megpatkoljuk, akkor nem csak az alkalmazásunk kódja és az őt körülvevő világ közé tudunk beszállni, hanem magába az alkalmazásba is. Erre mindjárt mutatok példákat, csak végig kell meg itt rohanni mindenem. Tehát mit tudunk ezzel csinálni? Tehát klasszikus példa az az, hogy az alkalmazásunk és a külvilág, illetve az alkalmazáson belüli információ áramlást kapjuk el. Tehát, hogyha mondjuk van egy objektum, ami füttyög egy másiknak, akkor azt a füttyöt el tudjuk kapni, és akkor vagy meg tudjuk változtatni, vagy el is tudjuk egyáltalán, szét is tudjuk, el is tudjuk dobni, tehát, hogy bármi olyan dolgot tudunk vele csinálni, amit az alkalmazás fejlesztői nem feltétlenül vártak. Aztán ugyanúgy, hogyha van valami objektumunk a memóriában, aminek van egy olyan mezője, ami kimondottan érdekel, hogy vajon mi lehet éppen a tartalma, azt ugyanúgy meg tudjuk nézni. És akkor ezzel a két iskolával, gyakorlatilag ezzel a két megközelítéssel, gyakorlatilag a demóknak a túlnyomó részét azt meg is tudjuk csinálni. No, nézzük meg, hogy ezt hogy szoktuk csinálni. Tehát ugye régebben, aki nagyon geek, az ez mikori verziójú Android? Ránézésre. Hatos, oké, igen. Hát ez ötös egyébként, de akár igen. Tehát ugye a nyomógomboknak a tipográfiája, meg fönt az iklet. Mindegy, ha valaki annyira autista, hogy ránézésre felismeri, mint én, annak azt mondanám, hogy inkább próbáljon meg valami olyan dolgot csinálni, mert kicsit több köze van a valósághoz. Na mindegy, szóval, hogy ez az Xpost Framework, ez egy olyan cucc, ami gyakorlatilag ilyen permanens vagy persistens változásokra használható változtatásokra lehet használni. Ez a Root Club például, ez most ez egy ilyen spoiler alert, ez tök jól viszi az OTP Smart Bankot, tehát tulajdonképpen. De ugye ezt nem én mondom, én ezt nem próbáltam ki természetesen, ezt állítólag olvastam egy HVSV-hun, vagy mobil arénás fórumon, ahol erről vitatkoztak a userek, akik tényleg értenek hozzá. Szóval az Xpost Framework, ez egy nevében is benne van, ez egy framework, amihez különféle modulokat lehet betölteni. Alapból, hogyha felrakjuk, akkor önmagában semmit nem csinál, tehát ahhoz, hogy valami változást érjen, a modulokat kell hozzá telepíteni, és ezek között a modulok között van rengeteg. Tehát például a root cloak az egy nagyon népszerű ilyen cucc, ami gyakorlatilag annyit csinál, hogy elrejti a klasszikus root detekciós algoritmusok vagy metódusok elől azt, hogy az eszköz root-val van.
De hogy van egy csomó, például a kedvencem az, amikor a Tindernek az ikonját le lehet cserélni a pakisztáni felszabadítási frontnak az zászlajára, tehát ez egy kimondottan népszerű letöltésű volt, hiszen ez volt a top valamiben, amikor néztem, top 10-ben van benne. No, tehát ami nekünk praktikus szempontból érdekes, az az, hogy nyilván router telefonon működik csak, és olyan esetekben érdemes használni, amikor valami permanens változást akarunk elérni. Tehát tipikusan a root detekció az egy olyan történet, ami általában a legtöbb esetben permanensen kéne. Aztán van egy régebbi projekt, ez sajnos 4-es, 3-as vagy 4-es Androidon működött, ez a Cydia Substrate nevű történet, ami funkcionalitását tekintve pontosan ugyanazt tudja, mint az Xport Framework. Ez egy 4-es Android, tehát más tipográfiáján jók lent az ikonok. Egyébként ezt a cuccot ugyanaz a figura fejleszti, aki a iOS-es jailbreakhez csinálta a Cydiát, ez a Saurik nékű fiatalember. És ez a projekt gyakorlatilag abandon állapotban van KitKat óta. Tehát hogy gyakorlatilag 5-ös Androidon már nem működik. De miatt a jelentőség ennek annyira nem is nagy. Viszont aminek van jelentősége, az a Frida nevű framework, vagy Frida, ezt megtudom, hogy norvég fiatalember csinálja, és így kell kiejteni. Szóval, hogy ez egy ilyen tökéletes, gyönyörű, szerethető, imádnivaló kis projekt. És elsősorban olyan célokat szolgál, hogy ilyen JavaScript-ben megírt módon tudják a pentesterek a tesztelt alkalmazásoknak a futását futási időben buzgatni. És olyan, hogy ezt egy zseniális precizitással csinálják, tehát ugye a Frida az egy atomstabil történet, tehát ugye a legtöbb esetben az szokott lenni egy kritikus pont, hogy oké, beszállunk, meghukoljuk, meg felülírjuk, meg buzgatjuk az alkalmazás működésében azt, amit akarunk. Aztán, amikor mondjuk azt mondjuk, hogy jó, akkor elég volt, kiszállnám belőle, akkor többnyire valaki elkresse, tehát tipikusan az alkalmazásunk az ilyenkor felszokta dobni a pappancsát. Fridával viszont ilyen problémák nincsen, tehát ez ugye egy tök stabilan működő történet. Na, hogy dolgozunk Fridával? Első körben ugye van egy, onnét indulunk, hogy van egy APK-nk, meg van egy izgatott pentesterünk, aki szeretné valamilyen módon kicselezni az alkalmazásnak néhány biztonsági feature-ét. Nyilván, mert erre megbízást kapott, tehát egyébként nem ülnétek itt, és nyilván ilyenek akartok lenni. Tehát ugye első körben a nulladik lépés az az, hogy dekompiláljuk ezt az alkalmazást, tehát gyakorlatilag annyi történik, hogy az alkalmazásunk kódját, tehát ugye tipikusan járából szokás Androidos alkalmazásokat fejleszteni, és ezeknek a lefordított APK alkalmazásoknak a kódját viszonylag jó becsléssel vissza lehet szedni. Ezek után az ember fogja a kedvenc szövegszerkesztőjét, elkezdi nézegetni a kódot, és aztán megpróbálja kiszúrni, hogy vajon hol lehet az a kritikus működés a kódban, ami éppen őt érdekli. Aztán pedig ez után megírja a megfelelő Fida scriptet, amivel ezt felül tudja csapni, elindítja, összeállítja a kettőt, és tulajdonképpen az alkalmazásunk már múkolva, módosítva fut. Na most, szerintetek ennek a folyamatnak melyik a legnagyobb része? Mondjuk, ha időt tekintünk, vagy mondjuk szopást, ezt mondjuk próbáljuk meg valamilyen számosítható, vagy kvantifikálható mennyiség, mondjuk a szívást próbáljuk meg mondjuk órában érte, emberórában futni, vagy fölfogni. Szerintetek mi az, amivel nagyon sok idő elmegy? Bocsánat, még egyszer. Forráskód nézegetés. Igen, volt egy ilyen tipp. Aztán? Mármint, mire gondolsz? Ja, hogy az app meg a... Oké, volt egy tippünk, aki azt, ha jól értem, akkor itt az ötödik pöttyre gondolsz, hogy összeházasítjuk a alkalmazást, vagy itt a FreeDesk megírására gondolsz? Jó, akkor mondjuk a harmadik, negyedik volt egy ilyen tippünk. Aztán? Hangosabbat tudod mondani? Releváns részek megtalálását látok több ember bólogatni. Bizony, ti már akkor ezek szerint szívtatok ki, és mivel, vagy legalábbis láttatok embert, aki megűszült abban, hogy ezt itt próbálta véghez vinni. Szóval, hogy a igen, tehát a másik az az, hogy pont, vagy az OpenSSL megfelelő verziójának föltelepítése, amiben engedélyez vannak a null cipherek. Na, tehát gyakorlatban a helyes válasz az az, hogy igen, a forráskódnak a föltúrása a legnehezebb, ugyanis onnantól kezdve, hogy megvan, hogy pontosan milyen objektumod mit csinál, meg milyen függvény az, ami érdekel, gyakorlatilag 2,5 perc megcsinálni a Frida scriptet rá, és további fél perccel indítani. Tehát gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy több órányi szívás
fog belemenni abba, hogy megtalált, hogy pontosan mit is kell csinálni, de onnantól kezdve, hogy megvan a megfelelő metódusnév, a megfelelő objektumnév, na onnantól kezdve gyakorlatilag a percek kérdése is már is siker van. Tehát ez egy ilyen elég frusztráló dolog, ugyanis folyamatosan azt érzed, hogy gyakorlatilag már nézted azt a darab kódot, amit meg kéne hukkolni, de nem tudod, hogy melyik az. És ez onnantól, hogy ha tudnál, akkor meg tudnál csinálni, de nem tudod. Na nézzünk egy némi gyakorlati példát, amely eleget beszéltem. Tehát ugye hogy néz ki egy ilyen Frida session? Tehát ugye van az alkalmazásunk, fut nyilván a lokális eszközünkön, elindítunk az eszközünkön mellette egy Frida szervert, és a nem az eszközön futó Frida klienssel pedig tudunk interakcióba lépni ezzel a szerverrel. Tehát gyakorlatban ez mondjuk úgy néz ki, hogy van itt nekem egy ilyen csodálatos Genymotion-os image-em, meg van egy terminálom, ahol itt van mindenféle tud. Na, tehát első körben annyit csinálunk, hogy ADB-sel kapunk egy parancsort az eszközünkön, tehát nyilván ez egy rootolt eszköz, mármint egy eszköz, egy rootolt image, tehát nyilván rootsert kapunk. Sajnos a Fridához root kell, tehát másként sajnos nem működik, de ez a dinamikus instrumentalizációs framework-ök, az a három, amit mutattam az előbb, az mindegyike igényli a rootot, tehát megkívánja. Tehát megyünk, az ember ezt úgy indítja el, hogy van a Fridának egy ilyen honlapja, ez a frida.re, és akkor itt gyakorlatilag letöltjük a androidos az androidos szervert, amit nem itt kell letölteni, hanem downloadsnál lehet. Mindegy. Tehát tényleg azt itt erről a honlapról le tudjátok tölteni a megfelelő verziójú Frida szervert, és ezt gyakorlatilag egy ADB push-val rá kell tenni az eszközünkre. És onnantól kezdve gyakorlatilag azzal, hogy elindítottuk ezzel, tulajdonképpen mindent megcsináltunk az eszközön, amire szükségünk van. És akkor lássuk, hogy működik, tehát van egy csomó kliens, ami a Fridához készült. Van például a Frida PS nevű, ami azt csinálja, hogy a fridásítható processzeknek a nevét, illetve a process ID-t köpi ki. Ez a minusz U paraméter, ez mondja azt, hogy USB-n keresztül akarjuk csinálni, tehát ennek van Mac-es, Androidos, iOS-es, Linux-os mindenféle kiadása, és amennyire tudom, ezt ugyanaz a fiatalember tartja karba, vagy ő a fő maintainer, tehát hogy valószínűleg egy elég ügyes fiatalemberről beszélünk. Na, és akkor most ugye Fridának van egy nagyon-nagyon vicces része, tehát az, amihez nem is feltétlenül kell semmi, ezt tudtad csinálnunk. Például azt mondjuk, ez egy alap ilyen Frida tutoriál, hogy mondjuk akarjuk követni, tehát hogyha mondjuk a receive metódusokat akarjuk követni, ebben a... Ja, hogyne. Ezt most már tudjuk, nem, mindig nem tudjátok elolvasni. Ez az, csak még látni nem fogtok semmit belőle. Na, hol vagy? De ugye annyi történik, hogy itt ebben a nem. Tehát ugye annyi történik ebben a Frida Trace nevű toolsban, ez gyakorlatilag a Frida Framework-ot használja, csak egy ilyen parancsori kis utility, aminek nyilván megmondjuk, hogy USB-n keresztül akarjuk monitorozni ennek a processnek a futását, és ami különösen érdekel minket, az a receive nevű C, vagy libc metódus. Alapból egyébként a libc cuccait tudja követni. Tehát nagyon jó. De majd nincsen ilyen protesszöm, nem kigyilkoltam. Tehát látjuk azt, hogy itt van ez a és hogyha mondjuk ráütünk, akkor itt látjuk, hogy szépen itt jönnek a receive hívások. Na most ez önmagában annyira nem izgi, ez olyan alkalmazásoknál hasznos, amik natív C-ben vannak megcsinálva, tehát ugye alapból ez a Frida Trace, ez tulajdonképpen egy ilyen advanced, ilyen S-trace, vagy L-trace, vagy P-trace jellegű process monitoring eszközt ad, tehát gyakorlatilag ezzel a jávás futtató környezeten belüli dolgokat nem látjuk. Tehát az így nem fog látszani. Amiből fog látszani, azt mindjárt megmutatom. Az pedig, menjünk tovább.
Igen, van egy ilyen Frida architektúra, ezt a ábrát, ezt a Frida oldaláról loptam, de ez most annyira nem is érdekes. Nézzük inkább azt, hogy hogyan tudunk a normál libc kódnál magasabb szintű kódba beleszállni. Tehát ugye nyilván a valahol, akárhogy is, de valamilyen C-szerű hívásokra fog lefordulni a általunk kiadott Java nyelvű kód, de mi ezt egy magasabb szinten akarjuk elcsípni, és ez pedig a Java szintje. Hát mit tudunk csinálni? Ugye van több eszköz, amivel ezt meg tudjuk valósítani első körben. Van ez a Dex2Jar nevű cucc, ezt meg is mutatom. Így van, tehát ez a Dex2Jar, ez egy klasszik eszköz, ez gyakorlatilag azt tudja, ami a neve, hogy le lehet tölteni egy APK fájlt, és akkor ebből egy jar csinál. Tehát ez a Java virtuális gép egyik reprezentációjú programkódjából csinál egy másikat. Tehát onnantól kezdve viszont van egy csomó ilyen Java decompiler, ami jar fájlból képes Java kódot generálni. Ilyen például a JDGUI, ez egy ingyenes cucc, tehát hogy ez gyakorlatilag így működik, tehát ez annyi történik, hogy mondjuk jövünk, lefuttatjuk mondjuk ezt a lefuttatjuk ezt a Dextrojar nevű cuccot, ő kiköp nekünk egy jart, és akkor ezzel a JDGUI-val megnyitva már tudjuk is nézegetni, hogy milyen forráskódból készülhetett. De ugye ennek szerencsére nem kell ezt megcsinálni magunknak, mert van ez az apkdecompilers.com nevű oldal, apkdecompilers.com nevű oldal, és ugye ez gyakorlatilag azt csinálja, amit tudsz, hogy fogsz, feltöltesz egy apk-t, kiválasztod, hogy milyen decompiler engine futtasson le rá, és gyakorlatilag egy zip-be visszaköpi a megfelelő forrás. Tehát ugye ezeket a dolgokat nem is feltétlenül muszáj saját gépen csinálni, mert neten van rá eszköz, tehát ez egy tök jó, tök hasznos feature. De Sombor, igen? Ez így az obszekkel. Micsoda? Ez így az obszekkel. Ó. No, menjünk tovább. Tehát itt vagyunk, nézzünk akkor kicsit a Fridára vonatkozóan dolgokat. Tehát ugye ott vagyunk, hogy nézegetjük az alkalmazásunknak a forráskódját, és hogyan tudjuk erre megcsinálni a megfelelő Frida metódust. Ugye első körben, ugye mondjuk azt nézzük azt a szkenáriót, amikor valamilyen metódussal akarunk mókolni, tehát mondjuk azt, hogy van egy fő activity-nk, mondjuk ez a main activity, van neki egy metódusa, ami boolean-t ad vissza, és két string paramétert teszik meg. Ebben az esetben ezt a konkrét Frida scriptet tudjuk használni, tehát ugye itt most a Fridának van sokféle API-ja, mi a Java-s API-t fogjuk használni, tehát itt megint csak a Fridánál itt van egy docs nevű cucc, és akkor itt az API-ban van androidos API, és akkor ugye itt van egy csomó JavaScript API. Mindegy, tehát az a jó, hogy sokféleképpen lehet használni a Fridát. Tehát mi a JavaScript API-t fogjuk használni, tehát JavaScript-en keresztül fogunk belehukkolni egy Java-s alkalmazásba, ami ezért elég érdekes technológiai stack, hogyha egy kicsit végig gondolunk. Tulajdonképpen, igen. No, tehát ugye annyi történik, hogy szükségünk van a package névre, és az activity-nk, vagy a konkrét objektumunk nevére, tehát most a package name volt main activity, a tucnak a neve. És ugye itt a metód nevű metódusnak az implementációját fogjuk felülírni. Fontos, hogy nyilván a felülírt metódus, tehát amit mi kódolunk, az ugyanannyi és ugyanolyan típusú paramétereket fogadjon, mint amit felülírunk, különben az alkalmazásunk el fog crash-elni. Egyébként meg van egy vicces szituáció, hogy ugye a Java az tud olyat, hogy ugyanazt a hogy két metódust ugyanúgy hívsz, csak a paraméterek számában, típusában különbözik. Tehát ezt a fajta polimorfizmust engedélyezik. És hogy ilyenkor, hogyha mondjuk egy obfuszkált androidos alkalmazásnak a forrását próbáljuk vissza, vagy meghúkolni, akkor ugye sokszor jön az, hogy A betűnek hívja az összes metódust, és akkor ugye meg kéne mondanunk a figyelnek, hogy pontosan melyik A metódust próbáljuk húkolni. Ezt úgy tudjuk, hogy ide a
metód után zárójelbe oda kell rakni, hogy milyen paramétereket teszik meg. Tehát, hogyha két stringet teszik meg, akkor oda kell írni a zárójelbe, hogy metód zárójel string vesző, string zárójel bezárva, és akkor a Frida tudja, hogy pontosan melyik metódust is akarjuk felülcsapni. Most alapvetően ugye kétféle módon szoktunk itt operálni, vagy visszaadjuk azt a metód, azt a cuccot, amit alapból visszaadott volna a függöny, hogyha nem mókoltunk volna bele, vagy pedig visszaadunk valami mást. Tehát nyilván, hogyha vissza akarjuk adni azt, ami volt a függvény eredeti futásának az eredménye, akkor ezzel a dispod method függvény hívással tudjuk megcsinálni. Egyébként meg vissza tudunk adni bármi más. Tehát innentől kezdve az alkalmazásunk az nem fog különbséget érzékelni a kettő között. Mi van a másik szkenárióval? Mi van akkor, amikor mondjuk valamiféle objektumnak próbálnánk valami mezőjét vagy változóját kidampolni? Azt egy másik konstruktal tudjuk megcsinálni, ez a java.choose nevű tudsz lesz az, ami segít nekünk. Megint csak szükségünk lesz a teljes package névre, az objektumunk nevére, és a függvényünknek, vagy a változónknak a nevére, amire éppen hivatkozni akarunk. Tehát ugye gyakorlatilag ugye ott van, hogy az onMatch az akkor hívódik meg, amikor ez a script megtalálja a memóriában ezt az objektumot, és minden olyan dolgot, amit a objektumon való mutatás során akarunk csinálni, ezt ebbe a függvénybe kell implementálni. Ugye paraméterként megkapja ezt az instance nevű cuccot, ez gyakorlatilag egy pointer lesz, ami reprezentálja nekünk az adott objektumot, tehát az A változójára mutató pointer, az az instance.a lesz ebben a konkrét esetben, az amúgy ugye egy stringekből álló tömb, és ezzel a pont value nevű kódszóval tudjuk az adott pointerhez tartozó értéket meghívni. Tehát ez most ilyen eléggé nyögvenyelősnek, meg unalmasnak tűnhet, de hogyha esetleg valaha fridázásra adjátok a fejeteket, akkor még vissza fogjátok ezeket a szlájdokat keresni, higgyétek el. Aztán mi van akkor, hogyha az előző két esetet zacsuljuk, tehát ugye mondjuk van egy A nevű metódusunk, meg van egy A nevű változónk. Tehát ez se ritka eset egy obfuszkált kódnál. Ilyenkor egy aláhúzás jelet kell elétenni a változónak. A FIDA akkor innél tudja, hogy te most nem a függvényre vagy kíváncsi, hanem vagy nem a függvénymutató pointert akarod buzgatni, hanem magát ezt a objektumra vonatkozó változót. Na, nézzünk demókat, mit csinálunk. Az első, ez a CryptoDemo nevű cucc, ami összesen annyit csinál, hogy A betűket ütök bele, vagy bármi mást, és akkor valamilyen kulcsot titkosítja. Tehát most abban, amit láttatok, mit tudnátok esetleg levonni következtetésként, hogy vajon mit csinálhat ez a függvény, mi az, amit próbálnátok most ezzel a függvénnyel játszani? Beszélsz hangosan, vagy továbbra sem hallom, hogyha akar mondod. Mit? Aha. Na, volt egy tippünk, hogy találjuk, hogy stream vagy block cipherről van-e szó. Aha, tehát a kollega azt mondja, hogy ez valószínűleg egy block cipher lesz, mivel hogy az elején nem változott, ez egy helyes tipp. Mit próbálnátok ki még? Igen, olyat is fogunk csinálni, de most azt mondom, hogy ez most ilyen kriptó feladatként. Tehát, hogy van egy, mondjuk csak annyi, hogy ezt az egy gombot tudjuk nyomkodni, meg különféle bemenetekkel tudjuk bombázni a kriptográfiai algoritmusunkat. Ti mit próbálnátok ki? Volt egy helyes megfigyelés, hogy ahogy ütöttem bele a karaktereket, az eleje nem változott. Micsoda csinálnál? Aha, hát akkor csináljuk, tehát akkor üssek még be a betűket. Üspedj a betűt, üspedj B betűt, üspedj C. Mármint hogy értve? Nem ér szabát. Tehát csörvészet vissza addig, amíg megvan egy fix rész. Hát mondjuk ideig? Hány nyílból csinál? Aha, mert valószínűleg akkor én azt mondom. Itt ebből mit tudtak lemondni? Aha. Tehát ugye ez valószínűleg akkor egy boxcipher lesz, ahogy hallottuk is, tehát ugye ez annyi történik, hogy itt hirtelen megjelenik egy dupla akkora. Ez valaki nem szépen kanyarodott. Na és akkor mit próbálnánk ki még?
Tehát, hogyha most ütögetem az A betűket, akkor milyen, mit tudnánk még levonni következtetésként? Mondjuk ennél a pontnál. Ott már ismét, ugyanaz. Aha, és esetleg valaki meg tudja nekem mondani, ceruzás kisötösért zöldel, hogy ez mit jelent. Nem írjuk be. Igen, tehát igen, és ez mi esetleg, ha így valakinek rémlik, hogy egymástól függetlenül titkosítjuk a különböző blokk, egymás utáni blokkokat ugyanazzal a kulcssal, az vajon milyen mód blokkciphereknél, ECB, ez az elektronik kubuk mód, ilyet nem használunk, ez nagyon-nagyon rossz dizájn. Hát ugye pont ez lesz a probléma, hogy egymástól függetlenül lehet majd törni a blokkokat. Na, de most nem is ez a lényeg, tehát oda jutottunk, hogy pusztán azzal nyomogattuk a kriptodemónkat, levontuk következtetésként azt, hogy valamiféle blockcipherről beszélünk, aminek megszámoljuk 16 karakteres, vagy 16 bájtos a blokk hossza, és ECB módban titkosítja a különféle bemeneti karaktereket. Ami mondjuk... Ezeket nem mondom semmit egyébként, volt ilyen hackersul is előadásunk. Igen. Ennek a szlájdjainkból megpróbáljuk előkezíteni. Hú, tényleg, igen, az még hiányzik, akkor most beszélek az előadóval, hogy ha még megvannak a szlájdjai, akkor azt még hadd kérjük el. Jó, tehát akkor nézzük azt, ez gyakorlatilag. Itt vagyunk, tehát ugye annyi történik, hogy ez a konkrét kód, amit a Android Studios projektből másoltam ki. Nem fogok tudni nagyítani sajnos rajta, mert ez most így éppen ilyen, el tudjátok-e olvasni, nagyjából, hogy bólogattak. Ez ilyen nagy atom fizika nincs benne, tehát van egy OS cipherünk, egy ECB módba kapcsolt, megfelelően paddolt cipherünk, és van egy kulcs, meg egy value paraméter, ami nyilván a key, meg a plain text lesz, és akkor visszaadjuk a cipher testet, különben dobunk egy exception. Tehát ez körülbelül, hogyha egy átlagos 8 évesnek kiadjátok feladatba, hogy implementálja a AES-t ECB módba, az pontosan ezzel a kóddal fog visszajönni a nagyszünetből. Ja, igen. Tehát a Frida kódunk, ami ezt az egészet hookolni fogja, az így néz ki. Tehát ugye ugyanúgy, ahogy az előző sémával mutattam, tehát gyakorlatilag annyi, hogy megnézzük a csomagnak a nevét, ez a com example zsombor crypto demo nevű cucc, ez a main activity nevű függvény, nevű objektumnak a függvénye, ez az encrypt, és akkor annyi történik, hogy gyakorlatilag kiírjuk a két paramétert a konzolra, és lefuttatjuk a függvényt, azt, ami eredetileg futott volna. Ezt nézzük meg, hogy ez hogy néz ki működés közben. Idejövünk. Na. Ugye ugyanúgy csináljuk, mint ahogy az előbb, tehát a Fridának megadtuk ezt a minusz U kapcsolót, amivel azt mondjuk, hogy szeretnénk USB-n mókolni. Minusz L lehet tudjuk neki megmondani, hogy mi a scriptünknek a neve, amit beolvasson, és gyakorlatilag meg kell adni neki a függvényünk, vagy a alkalmazásunknak a nevét, és elindítjuk, és látjuk is, hogy gyakorlatilag szépen ki is írta a képernyőre, hogy mit akarunk, meg szépen meg is mondta, mi legyen a kulcs, amivel titkosítunk. Megjött a pizza. Zoli, be tudod engedni a kollégát? Szóval, ez önmagában annyira nem izgi. Egyébként, ha valaki esetleg már küzdött valamiféle olyan androidos vagy iOS-es vastag klienssel, ami masszívan támaszkodik kriptóra, az ennek már nagyon tud örülni, hogy ez végre így megvan, hogy ezt ki lehet írni. Mondjuk kevesebb tornázással is meg lehet szerezni. A első androidos workshopon mutattam a InSpackage nevű alkalmazást. Az gyakorlatilag ezt automatikusan megcsinálja az ilyen kripto műveleteknek a kilistázását. Tehát ugye ezt egyszerűbben is meg lehet csinálni, de most mi igazából Frida használatot akarunk tanulni. Ez még annyira talán akkor nem is izgalmas. Én beraktam mindenféle nagyon érdekes képeket Tom Cruise-ról, meg motorkerékpárokról. Ez egyébként egy Kawasaki 900 zseni, 83-ban ez űrhajó volt. Vicces idők voltak.
No, nézzünk egy másik demót. Ez egy másik demo alkalmazásunk, ami gyakorlatilag annyit tud, aminek annyi történik, hogy megadok valami pint, és akkor ő azt mondja, hogy hát ez nem tetszik neki, mert nem találtam el. Na most, ha megnézzük ezt a pin screent, akkor a forrásban ugye azt látjuk, hogy ennek az alkalmazásnak van egyetlen darab activity-je, ami azért nem meglepő, tehát nem egy túl bonyolult apról van szó. És ugye amikor a buttonnak a click listenerje, hú de szép mondja szó, a buttonnak a click listenerjére figyelő függvényt megnézzük, akkor ugye lefuttatja ezt az ispin correct nevű függvényt, ami paraméterként megkapja azt, amit a user begépelt, és ugye nyilván vissza tudjuk adni ettől függően azt, hogy akkor sikerült eltalálni, vagy azt, hogy nem. Ti akkor itt mit próbálnátok, hogyan ugornátok neki ennek a alkalmazásnak a meghákolásához? Micsoda? Mindig? Adjuk vissza mindig, úgy csináljuk meg először ezt. Tehát itt vagyunk ebben a függvényben, ezt megpróbálom. Ez melyik? Ez a router nevű cucc. És akkor, pont van is egy ilyen bypass login nevű cucc, most már ez nekem is eszembe jutott. Tehát ez gyakorlatilag annyit csinál, hogy ugye ezt a ispin correct nevű függvényét ennek a objektumnak fogjuk, felülírjuk azzal, hogy egyszerűen visszaadjuk, hogy true, és ennyi. Tehát, hogyha ezt most lefuttatjuk, akkor annyi történik. És akkor csak nem root for spin, hanem azt mondjuk, hogy bypass login, és ide jövünk, beírunk bármit, és aztán azt mondja, hogy mi vagyunk a mesterek. Tehát ez egy nagyon szép dolog. Ennek mondjuk nyilván ebben a konkrét pici alkalmazásban ez pofon egyszerűen működik. A problémát az jelenti, hogy nagyon sokszor, amikor valamiféle lokális pin screen jellegű feature van egy alkalmazásban, akkor jó, mondjuk vannak olyan béna appok, amikben tényleg csak ennyi történik, hogy egy egyszerű boolean feltételt ellenőriz, hogy a user a megfelelő jelszót írta be. Nagyobb problémát jelent az, hogyha mondjuk valamiféle enkripciós kulcsot fog turbózni neked a beírt jelszavadból, mert hiába oldott fel, akkor az app az többin el szokott crashelni, ugyanis a megfelelő enkript vagy dekripciós kulcs az nincs ott a memóriában, ami a screen, ami a képernyő feloldásához használt pinből lenne számítva. Tehát, hogyha most gondoltok arra, hogy mondjuk iOS-en vagy Androidon hogy működik a lokális kriptó, ott is a felhasználónak a pinje vagy mintája Androidon, az bele van húzva abba, hogy milyen kulcsot generál az eszköz a titkosításhoz. Tehát hiába, de legtöbb esetben az történik, hogy amikor egy ilyen trükköt meghúzol, hogyha kellett volna valamilyen dekripciós kulcsot találni a memóriában, akkor itt az alkalmazás vagy elcrash-el, vagy nem lát semmit. Tehát attól függ, ha értelmesen meg van csinálva a hibakezelés, akkor a háttérben okádja az exception-öket, de nem fogsz semmit látni. Na most ilyenkor lehet hasznosabb a másik kis demunk, ami gyakorlatilag annyit csinál, hogy kibrute-forszoljuk ezt a bizonyos pint. Tehát ugye, hogyha most megnézzük ezt a ispin correct nevű függvényt, akkor ugye ez tök jó, ugyanis ő egy olyan függvény, ami boolean true vagy false-al jelzi, hogy az adott paraméter, amit screenként beadtunk neki, az eltaláltuk a jelszót vagy sem. Tehát ilyen értelemben egy tök jó kis online brute force-t tudunk írni, ami annyit csinál, hogy megkeressük a memóriában ezt a bizonyos main activity nevű objektumot, és ha megvan a objektumunk, akkor gyakorlatilag a éppen példányosított ispin correct nevű függvényét végig tudjuk pörgetni, most én poénból 1000-től 10 000-ig a számokkal csináltam, de nyilván ez adott alkalmazástól függ, hogy micsoda. És ugye ez azért zseniális, ugyanis én már törtem így meg egészen komoly kriptóval bíró alkalmazást, úgyhogy gyakorlatilag pontosan ezt a logikát használták a lokális pin képernyőnek a implementálására. Ugye az volt, hogy volt egy olyan kulcs, amivel a eszközön tárolt titkos adatokat kinyitotta az adott alkalmazás, és amikor a user a megfelelő pint beírta, akkor ugye nem tároltuk el semmilyen szinten plaintextben a pint,
hanem annyi történt, hogy megpróbált belőle generálni egy kulcsot, és ugye megfelelő kulcsot tudta generálni, akkor ugye ki tudta nyitni a eszközön tárolt adatokat, és akkor egy csapásra meg is oldottuk azt, hogy hogyan lehet titkosítás nélkül ellenőrizni, hogy a adott PIN helyes volt-e. Na most ugye ezt a működést egy ilyen nagyon faramúci meghákolással tök jól lehetett brute force-olással is használni, úgyhogy én fogtam és elkezdtem végig pörgetni a lehetséges kulcstéren, ez ilyen egészen rövid, teszem, hogy 6 karakteres számokat fogadott el, és néhány perc alatt meg volt a usernek a pinje. Na most ezt nézzük, hogy hogy működik a gyakorlatban, tehát nagyon nagy matek nem lesz, tehát ugyanaz fog történni, mint amit az előbb látunk, vagy. Annyi történik, hogy a másikat hívom meg, és szépen föladta a csón, és láttátok, hogy ennyi volt végig pörgetni ezt a 10 000 jelszót, tehát most 8646 lesz a helyes megfejtés, tehát ugye ez nagy atomfizika, nem kell hozzá, pont így működik. Ja, várja, haha! Ja, most nézzük meg azt, hogy ugye én lefuttattam az előbb a Fridát, tehát nem gyilkoltam ki az alkalmazást, hanem csak a bypassos Frida modullal beszálltam, addig mindent elfogadott, kiszálltam belőle, most visszatért a normális működéshez, tehát hogyha azt láttátok, hogy ha nem a megfelelő jelszót írom be, akkor továbbra is incorrect credentials képernyőt ad vissza. És ugye az a zseniális ebben, hogy ugye ez nem nagyon-nagyon nem magától értetődő működés egy ilyen instrumentalizációs frameworknél, tehát ugye ebből az nagyon-nagyon jó dolgot lehet csinálni, ugyanis nem fog elkreselni az app. Tehát adott esetben akár több ilyen Frida scriptet is lehet egymás után fűzni, és nem fog stabilitási problémákhoz vezetni. No, következő kötelező Tom Cruise-os kép. Gyerekek, nem visel sisakot. És megvan a vicc a mosolygós motorossal, meg a mákos tésztával. Na, nézzük egy olyat, amikor root detekciót bypassolunk. Ez a kis példa alkalmazásunk. Ez a... Ez. Tehát ez mondjuk annyi történik, hogy van egy ilyen függvényünk, ezt most ki is van ide rakva mellé. Gyakorlatilag annyi történik, hogy van egy isRooted nevű függvényünk, ami szépen megmondja, hogy az eszköz root-tolta vagy sem. Tehát nyilván, hogyha fölül akarjuk csapni, akkor pontosan ugyanezt a módszert fogjuk csinálni, mint az előbb, a belépésnek a bypassolására. Tehát annyi történik, hogy visszaadjuk. Én ezt meg is mutatom nektek, hogy hol, hogy fut le. Fele tudja, hogy nem eztem éppen. Cheat. Cheat 1. Tehát beszállunk, indítjuk, és már is azt mondja, hogy clean. Na most, ugye volt a Activity-n ez a Smart Bankos demo. Ezt én nem továbbra sem fogom nektek megmutatni, hogy hogyan lehet bypass. És akkor mondjuk, ez mobil arena. És akkor, hát, itt ebben a threadben viszonylag jól leírják. Most nem fogom kivetíteni, de meg lehet találni, hogy melyik metódus, vagy melyik objektum, melyik metódus, állítólag az, amit meg kell hukkolni. Én nem tudom, én nem néztem ennek utána. De hogy nem valahogy ez pont működött a Smart Bankkal is, tehát ezt meg is mutatom, hogy milyen jó. Tehát alapból ugye azt mondja, hogy sajnos szomorú, mert nem tudjuk futtatni a kis eszközünkön. De ha lefuttatjuk ezt a valaki által írt scriptet, akkor már is tovább menjen minket. Tehát konkrétan ugyanez a kód van használva, mint a root detekciós alkalmazásunknál. Összesen annyi történt, hogy le van cserélve a megfelelő objektum, megfelelő metódusára a, itt a kódban a két metódus név. Na, ez mind nagyon izgi volt, de akkor csináljunk valami, tényleg valami cheaterős játékot. De a következő demunk az a Tom Cruise motorkerékpárom. És akkor nézzük az a Massive Pet-et, most meg is fogom mutatni, mert tulajdonképpen ez egy nagyon kis primitív játék. Annyi, hogy az összes ilyen demónál igyekeztem offline működő demókat csinálni, tehát lesz valami, amikor Blackjack-ben csalunk, az valószínűleg nem fog működni, amikor igazi pénzben játszható
online működő blackjack játékot fogtok használni, tehát ez pusztán lokális ilyen alkalmazásoknál fog működni, de pontosan ugyanaz a logika, mint bármelyik eddigi demónál. No, nézzük a Minesweeper-t. Itt van a Minesweeper-ünk, tehát ezért nagy meglepetést nem okoz senkinek, ez egy aknakereső játék, de milyen frankó lenne, hogyha megtudnánk a táblát, hogy micsoda szem, most le is kicsinyítem kicsit, mert azt egyébként az nem fog kiférni. Tehát szívünk. Tehát ez ugyanazt csinálja, mint az eddigiek, tehát annyit csinál, hogy megkeresi ezt az objektumot, tehát itt van ennek a Minds nevű objektumnak a main activity-e, és gyakorlatilag azt látjuk, hogy hát ezt nem sokan szerintem megtettem ebből, tulajdonképpen tök mindegy. Vagy Minesweeper. Tehát ugye ez gyakorlatilag maga a kód, de ugye annyi történik, hogy ennek a main activity-nek van egy, ez egy obfuszkált kód, tehát hogyha ide belévünk, szerintem azt meg is tudjuk nézni. Mi az Minesweeper, Mines main activity, ez egy aranyos kis 40 kilobájtos obfuszkált cucc, tehát ugye az obfuszkálás, hogyha a sima mi az ProGuard-dal történik, akkor gyakorlatilag annyi csinál alapból, hogy lecseréli az objektum, illetve a metódus neveket egybetűsökre, ami mondjuk elég idegesítő tud lenni, de mondjuk azért egy Minesweeper alkalmazásnál, hogyha egy két-kétdimenziós tömböt látunk, amiben intek vannak, akkor azért az nagy valószínűséggel valahol a táblának lehet a reprezentációja. És ahogy elkezdjük nézegetni, elkezdtem annotálni a kódot, hogy tünde szemeimmel végignéztem, és mondjuk azért itt szerencsére viszonylag jól lehet követni, mi történik, tehát hogy itt nagyon nagy obfuszkálás nincsen. Tehát itt például van egy olyan, ahol a végén van valahol talán, ahol igen, tehát ez nagy valószínűséggel, hogyha egy Minesweeper alkalmazást nézünk, akkor ki lehet találni, hogy ez lesz az, ami visszaadja azt, hogy egy adott tábla állapothoz milyen resource ID tartozik. Tehát ugye a resource-okba vannak tárolva a kis bitmapek, amik a mezőkre kirajzolt számokat mutatják, és attól függően, hogy milyen számunk van az adott tömbben, visszaadja, hogy milyen indexű resource-ot kell megjeleníteni. Tehát hogy elég jól lehet ezt így követni, most ezt hadd ne scrollozok én 40 kilobájtnyi kódon. A lényeg az az, hogy megtudtam, hogy ugye van egy sor, meg egy oszlop mezője ennek a objektumnak, és akkor szépen itt végig iterálunk ezen az M nevű tömbön, és annyi történik, hogy egyszer kiírjuk a képernyőre a tartalmát, és ennek az eredményét látjuk itt. Tehát, hogy látható, hogyha már megvan, hogy milyen értékeket akarunk kidámpolni, akkor már pofon egyszerű megcsinálni hozzá a FIDA kódot. Tehát ezért mondom, hogy a nagy része a szívásnak az objektumoknak a megtalálását jelenti. Tehát ez a MySweeper, ez még viszonylag egyszerű volt, mert csak annyi történt, hogy ProGuard-dal volt obfuszkálva a kód, tehát olyan nagyon nagy szétmarcangolása nem történt a változóknak. Jó, na akkor nézzünk még egy appot, amit megmutattam, az a Blackjack alkalmazás, az a nagyon nagy troll. Szerintem én mindig a 1,2 quintillió dolláros safe game-en van betöltve, amennyire meglátjuk. Persze. Hát igen. Még mindig nagyon sok pénzem van, tehát ez 10-10 nem tudom hanyadikon dollár, tehát ez azért az elég sok, a világon nincs ennyi pénz összesen forgalomban. De én az összeset megnyertem. Most nézzük, hogy itt mi történik. Tehát a metódus ugyanaz, mint eddig. Tehát fogom, szétszincálom, dekompálom, stb. És szerencsére ez az alkalmazás, ez egy viszonylag szép, tehát ezt egy ilyen aranyos fiatalember írta, aki volt egyébként az a poén, hogy itt ebben van egy deck.java nevű függvényünk talán, valahol itt, talán itt activities, tehát ugye az van a jó, hogy ami a lényeges a game activity, nem,
Modell? Nem, ez az. Tehát én nagyon szépen szerette át a fiatalember a kódot, tehát ez egy nagyon szépen megírt kód, ez a deck.java, és ugye minimális visszafejtéssel ki lehet találni, hogy melyik objektum, vagy melyik függvény mit csinál, tehát például ez nagy valószínűséggel megépíti a decket, aztán ez például valószínűleg megkeveri a decket, tehát hogy azért lehet ezt így követni, hogy mi történik, de hogy minket ami érdekel, az, hogy mi van a deckben. Tehát ugye ezt látjuk, hogy ez a Shuffled Cards nevű integer tömb, és akkor ugye ez azt mondja meg, hogy ebben az A tömbben, ami a statikus kártyapaklit jelenti, melyik indexvel nem hol van. Tehát és akkor ezt keverjük meg. Tehát alapból az történik, hogy amikor inicializáljuk a decket, akkor szépen sorban föltöltjük négyszer az adott Shuffled Cards nevű decket, és aztán végig megyünk rajta, és egyfajta ilyen exchange sort, vagy ilyen cseréléses keveréssel randomizáljuk a tartalmát. Na, és akkor ugye innentől kezdve már nem fog túlzottan bonyolult feladatot jelenteni azt, hogy megmondjuk, hogy mi is van a pakliban, tehát mondjuk felrakunk egy milliárd, vagy egy milliárd dollárt. Most nem én voltam, de most kézbe kaptam egy blackjacket. Igen, ő is. Jó, látjuk, azért vannak furi dolgok már ebben a játékban. Ez most nem én voltam, hogy kézbe kaptam egy blackjacket, mondjuk. Nem már, ez most ennek nem így kéne történnie. Na, osszam már egyet rendeset, na végre. Most az van, hogy az érdekel, hogy mi van a pakliban. Blackjack 4, cheat, V2 talán ez az. Ugye annyi történik, hogy most megkeressük ezt a deck nevű objektumot a memóriában, és ami a tartalma, azt szépen kiírjuk, és ugye látjuk azt, hogy itt van egy, a dealernek van egy, ez most valami nagyon fura dolog történik, mert nem így kéne történni, de ez érdekes, ennek nem így kéne történnie. Na. Hát ezzel most égek, mert ennek kéne működni. Mondjuk azt feltűnt, hogy ekkora... De az egy... Egy másik processből. Elfelé most akkor is meg fogom mutatni. Na végre. Még yeah. Valószínűleg az, hogy ennyi pénzem van benne, igen, hát ez most teljesen szét van. Szét van, mondjuk ez gyanús, hogy ennyi tízes van, tehát itt valami nagyon fura dolog történik, mindegy, szóval most ezt higgyétek el nekem, hogy... De most jó volt. Hát, szerintem nem. Nem, egyébként nem... Értem teljesen, mi történik, de mondjuk csináljuk azt, hogy kiszámunk, beszámunk, adjunk neki még egy esélyt. És akkor igazából a jó ide az, hogy amit akartam mutatni, az az, hogy mindig kézbe oszt nekem egy blackjacket, azt már automatikusan csinálja. Annyira sokat játszottam vele, és annyira sok blackjacket kaptam kézbe. Adjunk neki még egy esélyt. Nem lehet, hogy az a baj, hogy túl sok pénzt tettem fel. Tegyünk fel mondjuk 50-et. Hát ez megint nem teljesen értem, hogy mi a probléma. Mert el vagyunk csúszva egy kicsit, mert ugye elvileg ez lenne, ami van. Na mindegy. Szóval, hogy bele tudunk nézni a pakliba, meg van egy másik
cheatem, amivel viszont tényleg Blackjack-et fog mindig osztani. És azt megmutatom, hogy mondjuk az, hogy már spontán sikerült, de így már nem hiszitek el. Egyszerűen. Na, és akkor itt mindig ezt a két lapot fogja osztani. Tehát, ha megmutatom, hogy ez a kód ez pontosan mit csinál, akkor azt már látni fogjátok. Ez így gyakorlatilag annyi történik, hogy van ez a, ez a front card index nevű változó, ami nyilván tartja azt, hogy hol tartunk éppen a pakliban, tehát mi van a legfelső lapon. És nyilván ugye nem mindegy, hogy mikor futtatjuk le ezt a kis scriptet, de ez, hogyha deck osztás előtt futtatjuk, akkor gyakorlatilag átírja ebben a shuffled card tömbben a hozzátartozó indexeket. Tehát ugye nyilván az elsőt azt én kapom, a másodikat az osztó kapja, a harmadikat megint én kapom, a negyediket megint az osztó kapja. És ugye ezeket a lapokat megfelelő sorrendben átírva gyakorlatilag mindig ezt a kombót fogom magamnak leosztani. És ugye ez már így nagyon vicces, mert így végtelenségében ezt lehet nyerni. No, én ennyit akartam mondani. Még ezek a csodálatos Mission Impossible-ös képek vannak, amiben minden benne van. Ez talán lehet egy kicsit túlzás. Tehát, hogy a motor, meg Tom Cruise, meg Börzseki, meg Napszecsó, meg Galambok, meg Robbanás, együtt ez már lehet, hogy egy kicsit erős lenne. Úgyhogy most köszönöm szépen a figyelmet, még itt leszünk egy darabig, meg lesz pizzánk. Úgyhogy jó étvágyat mindenkinek, egyébként meg akkor itt leszek, és akkor lehet kérdezni, amikor beszélgessünk. És akkor köszönöm szépen.